Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és lépj be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Norbival, aki geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Gyászol a Parallaxis univerzum családja, gyászol Ádám, és vele gyászolunk mi is. Egy hosszú lefolyású, de félrediagnosztizált betegség következtében ezen adás felvételének napján, vagyis 2023. október 23-án Ádám édesanyja Éva elhunyt. Mi itt a Parallaxisban valamennyien osztozunk a család gyászában, és búcsúzunk attól az anyától és baráttól, aki mind fiai életét, mind a Parallaxis univerzum megszületését inspirálta. Sziasztok, kedves podcast hallgatók! A mikrofonnál Pécsi Géza. Ez a Parallaxis 97. része. Itt van velem a mikrofon túlsó végén Vince Miki. Szia! Sziasztok! Valamint Barkóci Norbi. Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Igen, akartam mondani, hogy szia Norbi, de te előbb mondtad. A mai adásban, amit még ugye gyorsan beszéljük át, hogy ugye október 23-dik van, igen, sajnos elég szomorú esemény Ádám és a Parallaxis univerzum életében, viszont hát ugye Magyarországnak sem a legfényesebb napja volt 1956-ban, viszont ugye a mai napon a Nobel és IgNobel díjakról fogunk beszélni, a 2023-as díjakról. Nem tudom, hogy mennyire követtétek ezt live-ban. Miki, te gondolom a munkád miatt azért ehhez jobban. Igen, én mindig van egy ilyen heppem, hogy én ezt mindig nézem élőben. Ugye a nobelprize.org az mindig, ugye, vannak YouTube csatornája ennek, és oda mindig kirakják. Mindig azon gondolkozom amúgy, hogy mekkora, hogy ugye lehet tudni, hogy például a fizikai Nobel-díjat, vagy a kémiait, ugye az melyik nap adják át, meg hogy reggel hirdetik ki, és ugye előtte mondjuk fél órával, egy órával, hát attól függ, hogy éppen hogy jön ki ez a zárt ajtók mögötti titkos konzilium, hogy éppen hogy halad, de hát ugye, hogy mindig ugye előtte hívják föl a delikvenst is. Tehát van, hogy néhány perccel a bejelentés előtt. Mert tavaly volt olyan, hogy nem érték el az illetőt, és akkor a rádióból tudta meg. És akkor mindig azon gondolkozom, hogy mekkora, milyen egyszerű lenne trollkodni ilyenkor, nem? Tehát azokkal a fizikusokkal, vagy vegyészekkel például, akik úgy várják, tehát mondjuk a Karikó esetében, ugye már évek óta beszélünk róla, hogy meg kéne kapni, vagy valaki, vagy egy professzor, aki különösen nagyra van magával, mondjuk például, és akkor ugye... Ez gonosz. Ugye? És akkor gondolhatod, hogy hát ő mindig, amikor a fizikai Nobel nap van, akkor ő reggel ott ül a telefonnál, vagy más időzónában lakik, akkor éjszaka, hát ez még nagyobb trollkodás, ugye? És akkor felhívod az amerikai kollégát, hogy gratulálok. De legviccesebb, hogy svéd számról hívnád, tehát az előhívó igen, ez a legnagyobb trollkodás, igen. Szóval ezt érdekes, hogy erről nincsenek sztorik, pedig szerintem kellett, hogy ezt valaki megcsinálja már valakivel. Nem tudom. Na jó, oké, ez csak hát úgy eszembe jutott, hogy megtörjem egy kicsit a letargiát, mert természetesen tényleg rettenetesen szomorúak vagyunk. Ugyanakkor tényleg... Hát azért, ha meg azt nézzük, hogy a mai témánk szempontjából meg itt ki kéne ugranunk a bőrünkből, nem? Tehát, na igen. Szóval... Még mielőtt belekezdünk az egészbe, tehát kedves hallgatóinknak csak információként mondanám, hogy egyébként ennek a műsornak is a hosszabb változatát azt az előfizető patronálóink idő előtt hallgathatják. És hát nagyon örülünk, ugye, mert az idei Nobel-díjak között azért nem is egy, hanem mindjárt kettő. Magyar. Ja. És akkor még szurkoltunk, hogy meglegyen a harmadik is. Ez... Igen, hogy már csak egy irodalmi kellett volna, aztán már full house. De vicces volt, mert amikor ugye jöttek az eredmények, akkor nekem nem is nagyon kellett híreket olvasnom, mert Miki egyből írta, hogy hoppá, itt van ez, hoppá, itt van az. Pont ezt akartam mondani, igen, hogy ugye Karikó Katalin korábban volt, egy nappal hamarabb, és akkor persze mindenki nagyon örült, meg minden, hát az összes hírportál nyilván lehozta. És másnap volt, azt hiszem rá közvetlenül, van, vagy fizikai, másnappal rá, és igen, én is Mikitől tudtam meg, mert még sehol nem közölt, vagy hát szinte sehol nem közölték le, főleg nem magyar nyelven, de már Miki már akkor beírta, úgyhogy én is a közvetlen ismerősű körömnek szerintem én továbbítottam először Miki jó voltából, ugye a fizikait, Krausz professzor útján, módján, úgyhogy ja, tök hát ennél kellemesebb meglepetés, hát nem is tudom, hogy volt ilyen Miki régen, volt egy olyan év, amikor ugye, azt tudjátok, a Csodálatos elméből John Nash-t, őt ismeritek, ő nem magyar, aki matematikus létére közgazdasági Nobel-díjat kapott, de ugye nem egyedül kapta, hanem megosztva kapta a Harsányival, a Harsányi Jánossal, nem a Harsányi Leventével, hanem a Harsányival, aki 94-ben kapta a Nobel-díjat, és ha jól tévedek, ugyanabban az évben kapta meg az Oláh, most ezt mindjárt, ezt le kell csekkoljátok le gyorsan, de hogy szerintem az Oláh György vegyészünk ugyancsak 1994-ben kapott Nobel-díjat, én azt hiszem, így van, ezt most már gyorsan le is csekkoltam, tehát hogy volt már egyszer olyan, legalább egyszer, ezt az egyet tudom, hogy két magyar származású ember kapott Nobel-díjat, de hát ugye mégis az ég és föld, mert hát ugye például a Harsányi esetében is, Oláh György esetében is, ugye lényegében olyan életutakról beszélünk, ami azért nagyon eltér a mostaniaktól. Ugye az Oláh György az 56-os forradalomban, hát már, ha már október 23-át hoztad szóba, ő 56-ban emigrált, ugye kényszerű 20. századi körülmények miatt. Ugye a Harsányiról nem is beszélve, hát a Harsányi zsidó származású volt, gyerekkorában itt bújtatták a Szentkirályi utcában, vagyis a Mária utcában, bocsánat, még pontosabban egyébként a Horánszky utcában, most már ez lesz a jó válasz, igen, szóval a lényeg az, hogy a jezsuiták bújtatták ott, mert hát a nyilasok elől, de hát aztán utána visszament Magyarországra, de aztán kiment gyorsan, amilyen hamar csak tudott. És hát itt ahhez képest, hogy a mostani helyzet az azért más. Tehát ha megnézitek, hogy mi a helyzet a mostani Nobel-díjasokkal, itt azért hál' Istennek nem az a 20. század elejé átok van, hogy azért mindenki menekül, és úgy lesz külföldön sikeres. Ezek az emberek is külföldön lettek sikeresek. Karikó esetében még azt is lehet mondani, hogy nem ismerték el eléggé a munkát, de most ez a menekülés aspektus, ez egyszerűen itt nem jelentkezik. Szóval kicsit más ez a dolog ilyen szempontból. És a Magyarországhoz való viszonyuk is nyilván ennek megfelelően más ezeknek a nyerteseknek, akik teljes merszélességgel mondják magukról, hogy ők magyar Nobel-díjasok, és ezt elmondják úton, útfélen, és örülnek neki. És ezért ez egy más dolog. És nekünk is örülnünk kell, tehát én ezt mindig azért hangsúlyozom, hogy oké, persze, hogy nem Magyarországon tevékenykedtek, mielőtt megkapták, de attól szerintem ugyanolyan magyarok. Uh-huh. Igen. Hát igen. Hát sőt, hogyha egy kicsit lehetek provokatív, akkor ilyenkor mindig bennem az emberbe, hogy ha viszont itt maradnak Magyarországon, és nem hagyják el, és itthon folytatják a tudományos karrierjüket, akkor nem biztos, hogy el tudják érni ezt az eredményt. És itt most nem feltétlenül a politikai háttérre gondolok, de akár az intézményi, az eszközpark, a kapcsolatok, a tudományos kapcsolatok, amiket ki tudnak építeni hosszú évek alatt. Szóval ilyenkor mindig ott van az emberben, hogy ha itthon maradnak, akkor nem biztos, hogy el tudnak jutni erre a szintre. Igen, de szerintem ez normális, tehát őszintén szólva ez nyilván így van, de hát ezt be kell látni, hogy Magyarország az Most ez egy ekkora hely, most már itt, amikor valaki tudományos áttörést akar elérni, ott bizony el kell menni a legjobb nemzetközi gyűjtőhelyekre, ahol mindenki, ott teljesen nemzetközi csapatok vannak. És ez így is van jól. Tehát az ugyanolyan, mint hogy Amerikában is, ha megszületik egy tehetség, mit tudom én, Idaho-ban, vagy Wyomingban, vagy Montanában, vagy mit tudom én hol, akkor nyilván egy idő után az valahogy el fog jutni Kaliforniába, vagy Massachusettsben, vagy valahol ez olyan nagy egyetemek vannak, vagy ilyen helyekre, és hát igazából ez szerintem egy üdvös dolog, és egyébként ez nem egy kelet-európai sajátosság, csak ezt akarom mondani, hogy a kutatói mobilitás az jó. Tehát, hogyha megnézitek például ezt a másik két embert, aki a Krausz Ferenccel együtt kapott Nobel-díjat, azok amúgy franciák, egy nő és egy férfi, egyikük sem Franciaországban érte el azt az eredményt, az egyik Svédországban dolgozik, a másik már nyugdíjas, de Amerikában érte el a nagy eredményeit, de Franciaországról azért nem mondható, hogy elüldözni a tehetségeket. Egyszerűen arról van szó, hogy nyilván az agyak oda áramolnak, ahol világ minden tájáról, ahol van valamilyen nagy iskola. Brain jelenség. Igen, de ez minden irányban megy. Tehát a brain drain az olyan gonoszul hangzik egy kicsit, hogy az amerikaiak ugye elszívják például ugye a valamit. De hát egyszerűen csomószor ezek aztán visszajönnek, ide-oda mozognak. Szóval oké, hogy Magyarország éppen nem egy ilyen középpont, és tök jó lenne, ha az lenne, de hogy azért vegyük észre, hogy ez teljesen normális. És bármelyik amerikai egyetemet megnézed, ott a világ minden tájáról vannak emberek, de Európában is igaz ez. Hogyha egy európai egyetemet megnézel, itt is, nekem is van egy olasz kollégám itt a tanszéken, meg egy pakisztáni, meg itt, szóval ez tök jó. Igen, csak tehát, igen, összefoglalva azért elmondható, mi azért egy kicsi ország vagyunk, kicsi hatalommal, és ezért tehát oké, hogy van ez a brain drain, meg minden, de nem véletlenül azért ez statisztikai kimutatás igazolja, hogy Amerikában sokkal több pénz van kutatni, tehát persze. Amerikában sokkal több befektetés van ebbe, sokkal több nagy cég van. Vagy akár ez ugyanaz, mint hogy Németország igen. Köztudottan a világ legtöbb szabványát Németország bocsátja ki. Tehát ezek ilyen statisztikák. Viszont ahogy nézem, ami nekem nagyon érdekes volt, hogy a Nobel békedíjat ugye azt egy iráni nő kapta, nem biztos, hogy jól ejtem ki, Nargesz Mohammadi, aki Iránban a nők jogaiért harcolt, és az elnyomás ellen, ami szerintem biztos elég kemény dolga lehetett, mert azért arra felé. És ez nem vagyok benne biztos, de javítsatok egy tévé, hogy ő most is talán börtönben ül, tehát hogy jelenleg is egy ilyen amerikai filmet készítenének róla, akkor ezt én meg talán ilyen túlzás, meg gicsnek is mondanám, de nyilván a valóság írja a legjobb forgatókönyveket, és hát ez eléggé önmagáért beszél. Igen. És egyébként érdekes, hogy egyébként összekapcsolódik, bár természetesen mégiscsak ég és föld, de jól rímel rá a közgazdasági Nobel-díj is, ugye, amit Claudia Goldin kapta, aki konkrétan azt vizsgálta, hogy hát megint csak egy nőjogi kérdés, csak persze sokkal tágabb, egy közgazdasági kérdés, hogy van az, hogy a világ minden táján, és igazából különböző munkahelyeken is, hogy van az, hogy ugyanazért a munkáért a női dolgozók kevesebb jövedelmet kapnak. Ami egy olyan tendencia, amit nem lehet igazából letagadni, annak ellenére, hogy sokan érvelnek úgy, hogy hát ez nincs is így. De hát ugye itt konkrétan az van, hogy az ő számai egyértelműen mutatják, hogy hát ez ő, még több országra kiterjedő, több évtizeden átívelő vizsgálat, hogy ez bizony így van. És ez egy azért érdekes kérdés, mert a közgazdaságtanban, ugye a céges világban, én ugye egy egyetemi dolgozó vagyok, de például Géza, te céges világban dolgozol, nyilván akik céges világban dolgoznak, azok nem tudják, hogy mennyit keres a másik, ugye. Természetes. Vagyis hát ha elmondod... Hát, nagyjából akkor... tudják az emberek, igen. De ugye ezt nem is nagyon érdemes tudni, mert ugye ez bérfeszültséget szülhet, stb. Szerintem egyébként ez egy érdekes kérdés, mert nem tudom pontosan, hogy vizsgálta, de szerintem azért a nagy multicégeknél azért ez kezd most már kiegyenlítődni. Tehát igen, de jól mondod, hogy ez kezd, de hát ugye az ő vizsgálatai azok a 60-as évektől kezdve vizsgálják a helyzetet, ahol azért brutális különbségek voltak. És nem tudom, hogy ez beleveszi-e, ugye, mert ezt azért nem ezt a sima bruttó-nettót nézik, hanem azt nézik, hogy tulajdonképpen egy nő, ugye, hát persze nem mindenki, de nagy eséllyel ugye gyesre fog menni, tehát szülni fog gyermeket, és az alatt az idő alatt is, ugye, tehát akkor az állam tartja el a nőt. Hát már amelyik állam. Már amelyik állam. Ugye... Igen, Magyarország egyébként ebből a szempontból elég jó, igen, így van, mert nagyon kevés ilyen állam van egyébként, amelyik 2 évig, ugye, mert a harmadik év az nem annyira nagy segítség, de az első 2 év. A maternity leave az hónapokban. Hónapok, de ugyanez Anglia is, tehát nekem ugye... 6 hét. Igen. Angol kollégáim mondják, hogy sajnos vagy visszamegy a nő dolgozni, vagy nagyon gazdagnak kell lenni, hogy a nő otthon maradhasson. Igen. Hát ez nyilván önmagában ez belevisz egy esélyegyenlőtlenséget a rendszerbe természetesen. Igen, tehát hogy ezt hosszú távon nézik. Tehát ugye igen. Egyrészt az angolok is, ők éves fizetést néznek mindenhol, és szerintem ez is bele van víve, ami egyébként, hogyha belegondolsz, tényleg, tehát most, hogyha ez biológia, tehát a nők szülnek gyermeket, ez vele járó, és szerintem remélem, hogy el fogunk élni. Igen, de a kutatás azt is mutatja, hogy azok a nők is, akik nem mennek egyesre, vagy a férjük megy egyesre, vagy nem lesz gyerekük, azokra is igaz a tétel. Na, ezt én nem tudtam. És ugye itt elsősorban inkább, tényleg, de ahogy ez Hollywood esetében is kimutatták. Konkrétan arról, ahol nem az van, hogy valaki alkalmazásban van évekig, hanem hogy van egy szuperprodukció, van egy női főszereplő, Hugh Grant és Julia Roberts, és akkor a csávó az 2-szer annyi pénzt kap, mint a nő például. Pedig azok ilyen idény jellegű munkák. Jó, nyilván ezek olyan példa, ami a jéghegy csúcsa, és aztán ez kezd megváltozni, nem utolsó sorban azért, mert egyrészt olyan hát tulajdonképpen aktivistaként is funkcionáló, ám de konkrét tudományosan megalapozott vizsgálatokkal dolgozó, hát mondjuk hősök, mint Claudia Goldin, megteszik, amit meg kell, és azért is, mert hát egyre nagyobb figyelmet kap ez a dolog, ami hát nyilvánvalóan addig tud igazán működni, amíg nincs kimondva és nincs ráirányítva a figyelem. Onnantól kezdve, hogy ki van mondva, hogy ugyanazért a munkáért A user kevesebb pénzt kap, mint B user, akkor nyilván, akkor emellé már nehezebb beállni. És egyébként az volt a vicc, hogy a nobelprize.org, amikor megvolt kihirdették a közgazdasági Nobel eredményt, akkor fölraktak egy ilyen közvéleménykutatást a honlapjukra, ami azt kérdezte, hogy egyetérte azzal, hogy ugyanazért a munkáért a férfiak több pénzt kapnak, mint a nők. Most egy kicsit hülyén volt feltéve a kérdés, természetesen. Nem is úgy, hogy egyetérte azzal, hanem, hogy do you consider it fair? Tehát, hogy helyénvalónak, fairnek tartja-e, hogy a férfiak ugyanazért a munkáért több pénzt kapnak, mint a nők. És az első 2 napban lefagyva láttam, hogy az a szavazat vezetett, hogy igen. Most akkor gondolkoztam, hogy itt vajon mi a franc van, amikor éppen ilyen 70-30%-ra vezetett az igen, most hogy trollkodják, vagy olyan bonyolult angol kérdést sikerült föltenni, hogy az egybites userek nem tudják értelmezni a kérdést, hogy mondjuk a fair helyett félreértik, és azt hiszik, hogy az a kérdés, hogy ez tényleg így van-e, pedig a kérdés arra irányult, hogy ez fair-e, nem arra, hogy így van-e. Tehát ezt félreértették a kérdést, vagy tényleg lehetséges, hogy egy csomóan úgy gondolják, hogy ez oké. Azon másnapra, amikor már, de még amikor még néhány 10 000 szavazat volt, akkor még ez volt az állás, és akkor 2 nappal később visszanéztem, akkor már 40 000-en adták le a szavazatukat erre a rendkívül fontos közvéleménykutatásra. A Nobel-díj oldalán, és akkor már megfordult, de csak úgy épp, hogy azt hiszem, 60-40-en zárt a poll, vagy valami ilyesmi. Szóval azóta se tudom, hogy most én mit láttam. Hogy ez vajon tényleg magyarázni kell még, vagy nem értették az emberek a kérdést, vagy trollkodnak, nem tudom. Igen, és amit Géza említettél, ugye ezt a kifejezést, főleg ugye ilyen, tehát vállalati céges környezetben, így van, a bérfeszültség, ez szerintem már onnantól kezdve jelen van, hogy az ember ugye jelentkezik egy pozícióra, akármilyen cégnél, egy akármilyen meghirdetett munkára, mert ugye mai napig még inkább az a jellemzőbb, ugye, hogy ez nem egészen transzparens, hogy ugye mennyi lesz a fizetés, de már vannak Magyarországon is olyan munkákat, pozíciókat hirdető oldalak, ahol kötelezően meg kell jelölni egy sávot. Így van, egy bérsávot meg kell jelöljenek, és ez szerintem egy apró, de fontos lépés ebbe az irányba, hogy ezek a különbségek is akár, a férfiak és nők között is, de mondjuk itt ez speciál férfiak és férfiak, meg nők és nők között is jelentkezhet, de ez egy fontos lépés, hogy a bérsáv az mondjuk kötelezően ott szerepeljen. Hát igen, csak most komolyan azért valljuk be, hogy most multinacionális cégek azért nem csak jót tenni jönnek Kelet-Európába. Tehát, hogy ezt lehet csinálni egy ideig, de azért tehát hogy mondjam ezt, hogy ne legyek sértő, tehát azért nem fogunk följutni a nyugat-európai bérek szintjére szerintem itt Magyarországon. Igen. Mert akkor az egész, tehát akkor nem érné meg ide irodát hozni. Tehát azért ők is piaci szinten gondolkoznak. Ez így van. Viszont az a csodálatos, hogy ez egyébként nekünk óriási lehetőség is amúgy. Csak hát ugye furcsa, tehát hogy mondjuk én azt elmondhatom, hogy amikor én posztdoktorkodni kimentem 2 évre Németországba, akkor 2 év alatt megkerestünk annyi pénzt, úgyhogy közben lakhatás, még mindent félre lehetett tenni, egy egyetemi ízlet, nem is egy céges szférában, hogy utána hazajöttünk, és mindenféle hitel nélkül tudtunk venni Budapest közepén egy lakást. Tehát néhány 100 kilométer távolságban olyan tehát hogyha Budapesten maradtam volna, akkor ez évtizedes táblatokban. Ugyanolyan színvonalú munkáért, itteni pénzekért, az ugye tehát évtizedekre kitolódott volna, és hogy itt ilyen óriási meredek, gradiens, van, ahogy gradiense van itt a GDP per kapitának, vagy a GDP per főnek, hogy elképesztő durva. Úgyhogy hát ez egy lehető, úgyhogy hát visszatérünk egyébként ezzel a brain drain világába is, hogy egyébként oké, hogy az Oláh György meg a Harsányi idejében, akik mind a ketten amúgy az 50-es években pattantak le végül a legszörnyűbb diktatúrák idején, de hát hogy a napjainkban is látjuk, és ez a drain, ez igazából nem annyira... Igen, csak ez egy kétélű fegyver, ez a brain drain. Tehát amit te mondasz, az oké, ez így van, csak hogyha belegondolsz, hogy nem akarok most megnevezni nagyon sok német céget, amelyik direkt azért jön Európába, mert tudja, hogy itt nagyon sok mérnököt képeznek, és fejlesztő mérnököket alkalmaz arra, hogy német szabványokat kreáljon, és németeknek alkosson, és utána aláíratják vele azt, hogy ő nem adhat ki semmit, mert minden, ami szellemi termék, az mind a külföldi cégnek a tulajdona. Tehát ez egy másik dolgot feszeget, amiben szerintem nem menjünk bele, mert persze. Ugye most a nőkről van szó. Még csak egy olyan gondolatot mondanék, hogy ez is nagyon érdekes, amit mondasz, hogyha én nem tudom, most nincs meg a fejemben a lista a top 10 leggazdagabb embere, de mondjuk az első 3-at el tudom mondani, és az egyik se nő. Tehát se Elon Musk nem nő, se... Na, ez egy nagyon messzire vezető dolog, ami külön adásokat lehetne amúgy megtörténni, csak az nem lenne fair, hogy most itt hárman összeülünk ilyen kolbászfesztiválra, és itt kitárgyaljuk, hogy ez miért van. Igen, tehát ezért is látszik, hogy égető szükség van női műsorvezetőkre. Most egy árnyalatnyit amúgy javult a helyzet, mert itt van Mila, mondjuk nem konkrétan ebben a műsorban, de legalább a Parallaxis univerzumban. Itt mindig azt kell mondani, hogy valószínűleg természetesen azok a top emberek, akik tényleg ilyen dolgok, akikről korábban meggyanúsítottuk azt, hogy mondjuk ezek gyakorlatilag szociopatának kellene ahhoz, hogy Elon Musk-á válj például. Tehát ugye elhangzottak ilyen dolgok. Ugye olyan különös kegyetlenséggel kell tudni valakiken át gázolni. Tehát olyan személyiségjegyek tűnnek néha elkerülhetetlennek ahhoz, hogy ilyen csúcsok csúcsa legizébb vezető legyél, hogy ott aztán tényleg olyan, mint amikor a VB, az atlétikai világbajnokságon kint voltunk, és tényleg ezred másodperceken múlnak a dolgok, és ahhoz, hogy te legyél a legjobb a világon, az ott mindennek stimmelni kell. Tehát olyan dolgok, amik amúgy egy átlagembernél baromira minden, most hogy Nyugat-Afrikában születtél, vagy Európában, tehát jobb napod van, akkor lefutod a nyugat-afrikai, mit tudom én, úgy az átlagban. De amikor ezek tényleg apró különbségek, hogy mondjuk ami abból fakad, hogy mit tudom én, kinek mi a neme, honnan jött, milyen kaját teszik, minden, ezek mind apróságok, de ahhoz, hogy legjobb legyél, ahhoz annyira össze kell adódnia az összes faktornak, és meg jó fázisban is kell kijönni, mert szar napod ott van, akkor megint. De ez, hogy annyira mindennek stimmelni kell, hogy te legyél a legjobb, a leggazdagabb, a legvalamibb, hogy bizony elképzelhető, hogy ott az is szerepet kap, hogy mit tudom én, akik ilyen átgázolósabb emberek között valószínűleg a férfiaknak sajnos, ha tetszik, hanem nagy többségük van, nem? Tehát, hogy... És hogyha már itt vagyunk, akkor ajánlanám mindenkinek, hogy nézze meg a Hosszú Katinka filmjét egyébként, mert láttad? Ott ezt elég jól leírja. Aha. Te láttad? Én nem láttam. Nagyon érdekes. Ő pont azt mondja, hogy addig így nem volt sikeres, amíg nem... Tehát akkor lett igazán sikeres, amikor fölvett egy ilyen, ezt az Iron Lady személyiséget, és minden mást úgymond leszart, csak arra fókuszált, hogy neki mi a jó, és így a társasága meg a rokonaival megromlott a kapcsolat, viszont világcsúcsokat döntött. De neki az lett az a plusz, de hát azért vegyük észre, hogy azelőtt is benne volt a világ 20 legjobb úszójában, érted? Tehát egy több milliárd emberből lehet, hogy 15-en úsztak jobban, mint ő, aztán meg nullán úsztak jobban, mint ő. De hát itt is az van, hogy azért itt, oké, hogy neki az volt az a plusz, az apró plusz, de azért mögött, az apró plusz mögött, ami tényleg a világ fölé emelte, amellett nagyon sok egyéb tagnak is, mind pozitívnak és maximálisnak kell lenni, és abban szerepelnek vele született genetikai adottság. És akkor egyébként a Karikóra átkötnék, mert a feleségem mondott egy nagyon jót, hogy ugye a Karikó Katalint nőként egyébként nem annyira, és nem biztos, hogy feltétlenül, ő azért mondom, hogy én szerintem részben azért, de ő ezt sose állította. Tehát a Karikó sose csinált ebből ilyen dolgot, hogy őt azért tették volna úgymond félre ekkor meg akkor, mert nő, ő ilyet sosem mondott, pedig adná magát, hogy őt ilyen, de ő nem így interpretálja. Neki is most kijött a könyve amúgy. Valószínűleg érdemes elolvasni, bár én még nem tettem, de a lényeg, hogy őt azért eléggé mellőzték, és olyan tudományos kutatásba vágott bele, ami marginális. Tehát olyasmi, ami abban a pillanatban, amikor elkezdte, akkor nem támogatták, senkit nem érdekelt, igazából nem akartak rá kutatási pénzeket adni, se itt, de aztán Amerikában sem egyébként. Tehát nem az volt, hogy amikor kiment Amerikába, akkor neki fáklyás menet volt, közel sem. Tehát ott is az volt, hogy alig kapott kutatási támogatásokat, egész egyszerűen azért, mert olyan témát választott, ami marginális. Na most, ami igazából nem sokan látták benne a fantáziát, és viszont azt iszonyatos kitartással végigcsinálta. Sajnos az egy elég gyakori jelenség, főleg a természettudományos területekben, hogy főleg a nagyon kompetitív természettudományos területekben, hogy egy csomószor előfordult, legalábbis régebben, hogy a női kutatók kiszorultak ilyen marginális területekre. Ami ez esetben egy esély volt, mert pont az ő hihetetlen szorgalmának, kitartásának és szerencséjének köszönhetően az a marginális terület aztán rohadtul berobbant, és ott tört ki a forradalom. De azért nem taposták el, úgymond ennél jobban a nagyon kompetitív és rendszerint amúgy férfi versenyzők, például őt, hanem egyszerűen csak idézőjelben nem adtak neki elég pénzt, mert az a tudományterület igazából nem volt számukra elég érdekes. És azt mondták, hogy szóval ez is érdekes. És igen, és ilyen szempontból ugye ezt sose fogjuk megtudni, hogy hány és hány ilyen marginális tudományterület van, amit csak éppen, most ezt ugye szerencsére vagy nem szerencsére, most itt a Covid-ra gondolok, de hogy emiatt ez kiemelkedett, és akkor hány olyan lehet, ami sose fog talán. Pedig éppen az is lehet, amit mondta, hogy a szerencsefaktor is azért, vagy hát igen, ez a kiszámíthatatlanság, hogy mikor melyik dolog, melyik innováció lesz majd, hogy hoppá. Meg hát ugye alapból a Nobelek esetén ugye sokszor van ez, hogy évek, évtizedekkel később lesz olyan gyakorlati felhasználása, persze, és akkor igen, sok esetben igen. Mondjuk már maga a díjazott az nem is él, illetve hát ugye posztumuszon nem osztják ki. Úgyhogy, igen. És ez tényleg így van, és nem lehet tudni, hogy ami most marginális, abból mi lesz a nagy áttörés később. Nyilván a legtöbb marginális dologból nem lesz áttörés, és milliónyi Karikó van, vagy legalábbis több ezernyi, akik ugyanúgy 7 nappal látéve olyan hihetetlen energiával és minden mást kiszűrve, és egyébként a Karikónak is egyébként kellett hozzá a tökéletes családi háttér. Tehát ő tényleg kb. Volt, hogy 0-24 bent volt a laborban, És közben volt mellette, ugye kellett hozzá egy házastárs, aki ezt ő maga mondta, aki teljesen tartotta az otthoni frontot, amúgy lett egy olimpiai bajnok lányuk, ugye, aki az amerikai evezőcsapat színeiben olimpiai bajnok lett, és egyébként emiatt évtizedeken át úgy mutatták be a Karikó Katalint, hogy hát ő az anyukája ennek a francia, hogy hívják a lányát? Az biztos, hogy Francia a vezetékneve, hiszen az anyukáját így hívják. De apukáját. Az apukáját úgy hívják, igen. Tehát a lányát úgy hívják Susan Francia. Susan Francia, Így van, vagy Francia Zsuzsa, vagy Karikó Katalin lánya, aki egyébként ugye egy olimpiai, hogy összekapcsoljuk a katinkás terül, egy olimpiai bajnok. És szóval, hogy ez mind létrejöhetett otthon, mert tartotta a férje a frontot, és tényleg egy éjjel-nappal bent volt a nő a laborban, és még otthon is folyamatosan dolgozott, és ez lett az eredménye. De hány ilyen van, akik ugyanilyen intenzitásra csinálják, és marginális marad a marginális kutatási terület, és nincs áttörés, és senki nem fog róluk tudni. És ez a durva az egészben. Mielőtt átlépnénk az Ig Nobel-díjakra, Miki, még beszéljünk egy pár szót, és Norbi, Krausz Ferencről. Mindenképpen. Hogy, hát nem tudom, elég bonyolultnak tűnik ez a terület, amit ő is azért kutatott. Tudnátok ezt foglalni nekem és a hallgatóinknak, hogy ő tulajdonképpen miért kapta, és... Én kezdeném, mert én sokkal kevesebbet tudok erről mondani, mint Miki, de én amennyit felfogtam ebből, az volt egy ábra, azt szerintem az volt a leginformatívabb, hogy ugye ez az attoszekundum most méréssel kapcsolatos dolog, hogy valahogy úgy aránylik ez a mértékegység a másodperchez, mint a másodperc az univerzumunk teljes életkorához. Tehát magyarán felfoghatatlan, legalábbis én azt sem tudom, hogy nem biztos, hogy ezt így el tudom képzelni, és hogy ez is, hogyha minden igaz, már benne volt úgymond a levegőben, hogy Krausz Ferenc is már egy pár éve, hogy már rebesgették, hogy ő is lehetséges, hogy meg fogja kapni ezt a díjat. Ez így van, tehát a fogadó irodákban lehetett rá pakolni. Én néhány évvel ezelőtt is láttam ott a nevét. A Krausz Ferenc, ugye... Na mindegy, majd beszélünk Krausz Ferencről, de hogy mi itt a sztori. Jól mondott, tehát ez a másodperc milliárdod részének a milliárdod része, úgy kb. Ugye? Tehát ez a femtoszekundum, ami hát egy rettentesen rövid időtartam, ez tényleg nagyon érzékletes, amit mondtál, hogy ez úgy aránylik az egy másodperchez, mint a másodperc az univerzum eddigi életkorához, úgy nagyságrendileg, tehát ez durva. Na most ugye, hogyha egy ekkora fényvillanást tudunk csinálni, az mire jó, ami eddig tart? Ugye nyilván ezt kérdezik, hogy mire jó, bár önmagában maga az, hogy ilyet egyáltalán lehet csinálni, mi a technikai háttere, az önmagában nagyon brutál. Tehát, hogy lehet bármit csinálni, ami néhány 10 femtoszekundumig tart. Tehát, hogy ugye, ez felfoghatatlan, hogy ilyen van, és hogy ezt lehet kontrolláltan csinálni. Ez az időskála, amíg bizonyos elektronok átrendeződése, molekula szerkezeti átalakulások megtörténnek, tehát konkrétan nagyon-nagyon leegyszerűsítve a dolgot, konkrétan ez az időskála, ami hogyha ilyen fényimpulzusokat tudunk csinálni, ilyen rövideket, akkor azzal láthatóvá lehet tenni azt, ahogy ilyen folyamatok végbe mennek, hogy mondjuk, mit tudom én, az elektron átmegy az egyik molekuláról a másikra, mert létrejön egy kémiai kötés, vagy ilyesmi. Tehát, tehát ez science fiction, de ez esetben hard science, tehát, hogy elképesztő. Hát ez most már, akkor ez már science, ez már science, igen. Tehát, ez már kőkemény science. Mindenki... De most már így értem, tehát ez azért nagyon-nagyon kemény, hogy akkor tulajdonképpen bele tudnak az emberek látni az olyan szinten makro világba. Mikro. Vagy mikro, igen bocsánat. Igen. Mikrovilágba, hogy hát az már nem is mikro, hanem attó. Attó, igen, csak ugye, igen, hogyha a mikro és makro szavakkal éljek, akkor persze. Ez a mikro. Igen, tehát Miki, hogy említetted, igen, hogy egy elektron mozgását is lehet így vizsgálni. Tehát ugye ezekről csak ilyen animációs képek voltak eddig elérve, amikor tanultuk ugye ezeket, hogy hogy is nézhet ki, hogy az atommag körül, hogy is mozog az. De tehát akkor ez durva. Igen, igen. És egyébként azt is meg kell érteni, hogy ahhoz, hogy ennyire rövid legyen az impulzus, ahhoz egyébként az is kell, hogy ezt lézerekkel indukálják, de valójában a lézerekről azt gondoljuk, hogy ez látható tartományban van. Igaz? Hát mivel látjuk, például a zöld lézerekkel szórakozunk itt a laborban, tehát a lézereket úgy általában szoktuk látni. Na most, hogyha megnézed, hogy egy zöld lézernek mekkora a hullámhossza, mondjuk, és megnézed, hogy a fény azt az egy hullámhossznyi távolságot mennyi idő alatt teszi meg, akkor kiderül, hogy az hosszabb idő, mint amiről itt szó van. Ebből következik, hogy tulajdonképpen a legkisebb dolog, tehát nyilván nem lehet egy rövidebb fényvillanást csinálni egy adott mondjuk egy adott hullámhosszú fénnyel, mint ami mondjuk a hullámhossznak a hossza, és elosztva a fénysebességgel. Ugye? Az adja meg azt az időtartamot. Tehát nyilvánvaló, hogy itt azok az impulzusok, amik létrejönnek, ahhoz már nem látható tartományú, hanem ultraibolya lézerekre van szükség, ami önmagában egy elég brutál dolog, mert valójában közönséges lézerekkel kezdik, de aztán gerjesztenek valami különleges anyagot, ami ennek köszönhetően már abból lényegében ilyen koherens, de ultraibolya lézer lép ki, amivel már lehetséges ilyen nagyon rövid, elképzelhetetlen rövid villanyosokat létrehozni. Nagyon jó kérdés, hogy ennek mi lesz a gyakorlati haszna. Hát ugye benne volt a tévében, rádióban, újságban, hogy ugye a Krausznak, aki egyébként jelenleg a Max Planck Institute for Quanten Optics, tehát a kvantumoptikai Max Planck intézetnek a vezetője, van neki egy cége, vagyis hát egy ő általa is vezetett cég, nyilván ő a tudományos vezetője, ahol orvosi alkalmazásokat, meg ilyen fehérje, meg egyéb ilyen bonyolult molekuláknak a beazonosítását, úgy mondják, hogy fingerprinting, hogy új lenyomatszerű beazonosítását tenné valahogy lehetővé ez a módszer. Hát ez nekem egy kicsit furcsának tűnik, itt beszélgettük itt a kollégákkal, hogy hát itt miről is van konkrétan szó, hogyan lehet itt ebből fingerprintinget csinálni. Hát nem mondom, hogy itt sikerült felfognunk, hogy mi az ötlet, de egy olyat olvastam például, hogyha minél rövidebb fényimpulzusokat lehet csinálni, az annál gyorsabb, majd annál gyorsabb például kvantumszámítógépek létrejöttéhez fog vezetni, mert hát ilyen fényimpulzusokkal lehet preparálni kvantumállapotokat, és nyilván minél gyorsabbak a fényimpulzusok, annál gyorsabban lehet, annál többet lehet preparálni adott idő alatt. Tehát szóval elképzelhetők, nem, pontosabban még el se tudjuk igazából képzelni, hogy ez mire lesz jó, de önmagában, hogy ilyet lehet csinálni, azt a valahol mérnöki teljesítményt, azért lássuk be, hogy ez valahogy igencsak mérnöki jellegű teljesítmény, hogy ilyen rövid fényvillanást csinálni, de az önmagában ehhez a mérnöki teljesítményhez akkora tudományos bravúr is kellett, hogy ez egy Nobel-díjat ért. Elképesztő. Tehát most ez nem egy olyan jellegű, mint amikor, akit meghívtunk a műsorba, beszélgettünk már mi Nobel-díjassal a Parallaxisban, aki nem hiszi, hallgassa vissza, ugye Brian Schmidt, amikor úgy Dávid Gyula is a vendégünk volt, meg Brian Schmidt, aki az univerzum gyorsuló tágulását felfedezte, ugye vele beszélgettünk, megnézte, basszus, gyorsulva tágul a univerzum, hú. Ugye? Tehát ott valamit megtanultunk rögtön a világról, itt meg egyébként ez egy más jellegű díj ilyen szempontból. Tehát nem az van, hogy most felfedeztek ezt meg azt, hanem konkrétan a díj az úgy van megfogalmazva, hogy ahogy mondtad is, hogy a femtoszekundumos lézerimpulzusok, vagyis fényimpulzusok megalkotásáért. Tehát egy alkalmazási típusú szöveg van hozzá. Annak ellenére, hogy nyilván az elektronok mozgásáról is, vagy mit tudom én, milyen molekula átrendeződésekről is biztosan rengeteg mindent lehetett ezzel a módszerrel tanulni, de itt maga a módszer kapta a díjat. Érdekes. Még mielőtt átmegyünk az IgNobel-díjak, nekem csak lenne egy ilyen kis vicces humorosom. Nem tudom, hogy találkoztam már ezzel, és ez csak városi legenda, de hogy tartja magát egy ilyen állítás, hogy az egyfőre jutó Nobel-díjasok számában Magyarország a világ első, és elővöm a poént, hogy ez sajnos nem így van, de hogy esetleg mit tippeltek, hogy hanyadikok vagyunk az egyfőre első Nobel-díjasok számában? Én szerintem láttam a táblázatot, úgyhogy nem tippelek. Nézzük meg Gézát, hogy mit mond. Egyfőre eső Nobel-díj. Uh-huh. Igen. Szabad a gazda, nem tudom. Úgy tegyük hozzá, hogy mielőtt elmondod, hogy a világon van mondjuk nagyjából 200 ország, ugye? Igen. Csak hogy úgy ezzel kontextusban helyezzük azt a számot, amit most mondani fogsz. Hogy? 11. 11. Na, jó, oké. Én is valami 10 körülire emlékeztem. 11, hogyha minden igaz, igen. Úgyhogy annyira nem rossz. 11-ek vagyunk a sorban, de... Pár ezer fős szigetek vezetik, vagy ilyesmi, ahol, mit tudom én, hogy Feröer szigeteken, mit tudom, most mondtam valamit, de hogy valami ilyen kis helyen van egy Nobel-díjas, Luxemburgban. De magyar érték az micsoda? Hát ugye magyar érték az úgy van, hogy 15, de más számítások szerint akár 22-27 embert is ide sorolnak, és ez alapján, de ahogy Miki mondja, igen, tehát hogy a Feröer-szigetek, Luxemburg is ott van, igen, de mondjuk... Csak, hogy, igen? Hogy 27 ember, oké, csak hogy ez egy főre jutó, akkor az hány? Hát ez hány az, hogy azt el kell osztanod a 10 millióval, igen, és igen, akkor azt rábízzuk. De igazából... Igen, ezt hirtelen nem akartam nagyon nagy baromságot mondani mindenkinek. De ezt tudjátok, hogy mindannyian Nobel-díjasok vagyunk egyébként, mert hogy volt olyan év, azt hiszem 2012 vagy 2013, hogy az Európai Unió mint olyan kapta meg a béke Nobel-díjat. Tehát... nem az Európai Unió vezetősége, vagy az Európai... Nem, az Európai Unió mint olyan. Tehát mi, mint az Európai Unió... polgárai. Jó, és ha ezzel járó díjat elosztanák az Európai Unió népességével, akkor hát valamennyire egy eurócentet sem kapnánk. Hát, igen. Nem baj, de figyelj, az érzése fontos. Vagyis a... Persze. Igen. Egy adójogáírási dolog volt ez szerintem. Ja. Igen. Kerekítési hiba. De... És hát ugye van még egy irodalmi Nobel-díjasunk, de ezt majd a hosszabb verzióban megbeszéljük. Aki erre kíváncsi, ez fizessen elő. Fizessetek elő! De ti olvastátok? Nem, de ezt majd megbeszéljük. Na, hát erre várjanak. Hát, a hosszabb verzióból, kedves gyerekek, megtudhatjátok, hogy annyira bunkók vagyunk, hogy egy büdös szót sem olvastunk Jan Fossétól, annak ellenére, hogy magyarul is megjelentek könyvei, úgyhogy ezt sürgősen pótolnunk kell. Na, oké. Tehát akkor ki akarja kezdeni az IgNobel-díjakat? Kezdem én. Hát kezdjed, mert te vagy a fő felkészülő az IgNobelből. Igen. Hát szerintem le a kalappal, tehát jobbnál jobb díjak voltak. Nekem nagyon-nagyon tetszik egyébként a... És elgondolkodtat ugye az irodalmi díjat, ezt a Jamais Vu laboratóriumi reprodukciójára nyerték, ami ugye a déjà vu-nak az ellentét. A déjà vu az, hogy valami megtörténik veled, amit úgy vagy vele, hogy ez már megtörtént valamikor, és a jamais vu pedig az, amikor valamivel úgy vagy, hogy ez ilyen fura neked. Tehát amit már nagyon sokszor leírtál, vagy nagyon sokszor csináltál, mégis furának érzed. És nekem akkor esett le ez az egész, hogy basszus, velem már történt ilyen, meg történik is, tehát hogyha legutóbb ez emlékszem rá, mert pont legutóbb volt az, hogy írtam csak egy chat üzenetet angolul. És akkor leírtam egy szót, és így visszaolvastam, és hogy azt írtam, hogy people. És hogy azt úgy írják, hogy people. És akkor így néztem, hogy people. Mi ez a hülyeség, people? És hogy ez a zsamévú, hogy így tudod, hogy az van odaírva, tudod, hogy az jó, de mégis ilyen idegennek tűnik. Na és ugye ezt bizonyították. Elképesztő. Nekem csak egy közbevetés, hogy egy pár szót az Ig Nobel-díjról, hogy az mi, arról mondjunk el hallgatóknak. Tomi már volt korábban is erről szó, vagy csak csapjunk bele, és akkor... mert el kell mondani, vállalod? Persze. Vállal, Norbi. Ig Nobel-díj... Hogy is van a jelszava, hogy először megmosolyogtat, és utána elgondolkodtat. Talán ez az ő, az Ig Nobel-díjnak az egyik ilyen fő feladata, hogy bár első körben hát ilyen teljesen légből kapott, mondhatni teljesen baromság a vizsgálatnak a módszere, tárgya, célja, de hogyha kirögtük magunkat rajta, és utána jobban belegondolunk, akkor amúgy még akár teljesen reális, vagy teljesen életszerű felhasználását, vagy tök a jogosultságát is ki lehet mutatni. Nem feltétlenül mindegyikben, de összességében inkább szerintem egy olyan célja van ennek, hogy szélesebb körben is tudományt népszerűsítsen. Egyrészt ne vegyük magunkat teljesen komolyan, akkor sem, hogyha nem tudom, attól szekundumot mérünk, és hogy a tudomány azért alapvetően az egy az egy olyan mókás dolog, hogy bárki számára elérhető is. És hát azt ne felejtsük el, hogy egyébként nem teljesen tudománytalan, mert ugye volt olyan kutató, aki IgNobel-díj után Nobel-díjas is lett. Így van. Nagyon jól mondod, a grafénért díjazták. Igen. És korábban ugye béka lebegtetésért IgNobel. Ez a Leviosa, tudjátok, a igen. Harry Potterből Wingardium Leviosa. Na, tehát jamais vu, neked volt már ilyen, Norbi? Én is ezt hamarabb tapasztaltam, mint hogy megismerhettem volna a fogalommal, vagy hogy ezt így nevezik, és nem tudom, hogy miért, de még ezt egészen kiskoromban buszon, trollin ülve ismételtem magamban szavakat nagyon-nagyon sokszor, hát még be nem értem az iskolába, és akkor talán... De nem azt, hogy nagy árpi. Nem, azt nem, hanem az okni szót, és annyira vicces volt, hogy idő után, amikor nem tudom, már egy perce mondtam magamban, nem tudtam, hogy mi az. Így az agyam így leblokkolt, és akkor így zokni, és akkor így, de ez micsoda, vagy ez hogy? És olyan furcsa érzés, de ezzel szórakoztattam magamat. Már mostanában annyira nem szoktam, de erre kifejezetten emlékszek, és ez nagyon jó. Szerintem nekem is volt ilyen, de ez létez, erre van terminus technikus, ez a semantic satiation. Ja, akkor ez nem ez, amiről Géza beszélt? Lehet, hogy ez ugyanaz, de ez amikor konkrétan egy szót ismételgetsz, és a végén viccesnek találod, mi a magyar ifjúsági űrtáborban annak idején, ahol én gimiskoromban szocializálódtam, éjszakákat röhögtünk át azon, hogy satú, meg hogy tarha. És akkor mondtuk, és görnyedve csapkodtuk a földet, és amúgy a How I Met Your Mother-ben is ugye benne van egy ilyen rész, amikor Ted Mosby azt mondja, hogy bowl, hogy a tál szó, hogy valahogy úgy tál, gondolom magyar fordításban tál. És akkor ezt mondta, és hogy igen. Szóval ez abszolút létezik. És tényleg ezt leírja, tehát van Wikipedia oldala, Semantic Saturation, ami nem tudom, hogy kell, magyarul úgy lehet mondani, hogy semantikus szaturáció, de angolul nem saturationnak mondják, hanem saturation, érdekes, de semantikus tehát a telítődésbe megy az agyad tulajdonképpen annak. Igen. Tehát ez érdekes egyébként pont ugyanez, tehát ez jamais vu is ilyesmi, tehát ez a sokszor ismételgetett szót ugye ismeretlennek veszed. Nekem most így csak egy ilyen fura dolog jött az agyamba, hogyha nagyon sokszor veszel levegőt, akkor egy idő után így beszédülsz, és ugye ez az oxigénmérgezés. És ugyanez átvitt értelemben ez is ilyen. Ja, ez szómérgezés. Szómérgezés. Ja, szóval, és egyébként, de várjatok, azt nem mondtuk el, de azt is mondjuk el, hogy az Ig Nobel-díj az persze ilyen tényleg tudományos közleményekben megjelent kutatásokat díjaznak, nem feltétlenül abból az évből amúgy, tehát ugyanúgy, mint a Nobel sem egyébként, hanem felfedeznek valami 30 évvel ezelőtti ilyen kvázi baromságot, akkor az is megkapja. Én ismerek több Ig Nobel-díjast is, tehát az ELTE is, ugye a Krausz is itt tanult részben az ELTE-n a fizikus szakon, bár igazából nem itt szerzett diplomát, csak behallgatott, de azt hiszem abszolutóriumot szerzett. Na, de viszont konkrétan ebben az épületben is legalább 2 Ig Nobel-díjasról tudok, szóval... Ja, most elspoilereztem, hogy a munkahelyemről vesszük fel az adást, mi? Ebben az évben. Oh. Igen, szóval így van. És ők miért kaptak hát az egyik, ugye meg is szólaltattuk Gál Józsefet annak idején, meg is mondom melyik adásban, a Parallaxis hajnalán, amikor először beszéltünk Ig Nobelekről szerintem, és ő konkrétan azért kapta, mert megvizsgálták. A Pingvin kakitól a Wombat kockáig című feletetetlen adásunk a 14. adás 2019 novemberében. Szóval az van, hogy ő konkrétan azt vizsgálta a főnökével videók alapján, hogy ugye a pingvinkék milyen messzire lövik hátra a kakit, mert a pingvinek ugye nem akarják, baromi hideg van, pingvinek nem akarnak messzire menni a tojásoktól, de viszont nem akarják összeszarni a fészküket. Ennek megfelelően kifejlesztették azt, hogy kiállnak a fészek peremére, előredőlnek, és ilyen puska sebességgel tulajdonképpen hátrahajítják, és a videófelvételeken lehetett látni, hogy a 25 centi magas pingvin, mit tudom én, 50 centire hátra lövi ezt a kis ilyen viszkózus kis darabot, lövedéket, és akkor persze a Józsiék kiszámolták, hogy mekkora nyomás kell, hogy legyen a pingvin belsejében, ami hogy amikor az elsül, akkor ez olyan messzire elrepüljön, és erről írtok egy cikket. Nagyon komoly tudományos kérdés. Aztán ugye persze itt van egyébként a zebra csíkok vizsgálatával egyébként világhírnévre szertevő, és egyébként büszkeséggel mondhatom, hogy nekem is van vele közös cikkem, mármint, hogy részt vettem egy kutatásában, Horváth Gábornak, akinek a csapata szintén kapott már IgNobel-díjat, itt a biológia-fizika tanszéken, ott azt hiszem azt konkrétan azt vizsgálták, hogy a csigák jobban szeretnek rámászni bizonyos sírkövekre, mert azok úgy csillognak, hogy... Mert a csigákról is kiderül, hogy talán ők is a polarizációt látják, és bizonyos sírkövekről máshogy verődik vissza a fény, és akkor jobban rászállnak, vagy rámásznak, vagy valami ilyesmi. És erről írtak egy cikket, és ezt néhány évvel ezelőtt ugyancsak IgNobel-lel jutalmazták. És ugye hát mi a jutalom? Azt hiszem 10 millió zimbabwei dollár, vagy valami ilyesmi? Vagy valami ilyen. Ugye már nincs forgalomban, már azóta már helyreállították az zimbabwei inflációt, de itt tényleg milliómos lesz az ember, mert még van forgalomban ilyen, hát nem fogadják el a boltban, de azért a gyűjtőknek még vannak ilyen több milliós zimbabwei dollárjaik, és akkor az jár a díjhoz, amit átadnak itt. Na de hát, hogyha már pingvin kakiról beszéltél, a második, amiről beszélni akarok, az pont ugye kakipisi. Tehát ugye ez a Stanfordi Egyetem professzora, Sengmin, nem tudom elolvasni az írásomat, mindegy, ő találta ki ugye... Park, bocs, igen. Egyébként, hát biztos dél-koreai, ott minden második embert Parknak, igen. Vagy Kimnek Park, hívnak. igen. Most már ki tudtam volna következtetni. Hát ugye ő abban látja a jövőt, hogy anus ID, tehát hogy alulról a WC nézi az ánuszodat, az egy egyedi azonosító az embernek, és szenzorok vannak a WC-be, tehát elemzi a székletet, meg a vizeletet. És alapvetően ez egy medical ID-hoz hozzájárulhat. És egyébként most komolyan szerintem ettől nem vagyunk messze. Arról tudunk, hogy amúgy ez mikori? Mert hogy én ezt úgy gondoltam, hogy ez már tök régóta. Mármint, hogy nyilván nem is elterjedve, de hogy igen. Na várjál, de ez milyen kategóriában kapta? Ez közegészségügy. Igen. Egészségügy. Aha, public health. Ugye? Igen. Mert az is tök random, hogy milyen évben milyen kategória van. Tehát ez is egy különbség amúgy a Nobel-díjból, hogy ott nincs minden évben minden kategória. Például physics, meg ilyen basic dolgok mindig vannak, de például public health, azt szerintem nincs minden évben. Tehát amikor éppen úgy esik, akkor van. Most igen, egyébként a publikációi azok frissnek tűnnek, tehát ezek 2021-es, 22-es és 23-as cikkeken alapszik. Igen. Figyelj, szerintem ez tudja, hogy onnan indulhatott ez az egész, ugye, hogy most már az okostelefon tulajdonképpen egy ilyen medical ID-t csinál neked, és ugye mindenki okos órát hord, tehát a EKG-t már simán gyűjti, mellette, hogyha például valami futsz, vagy valami sportolsz, azt is gyűjti, és ugye ez tulajdonképpen ez egy tiszta jó okos otthon kiegészítő, amivel tulajdonképpen magadat tudod így szűrni. Igen. Vagy ha valaki és nem hord órát. Mert nekem egyszer a Nárai Tamás azt mondta személyesen, hogy művészember ne hordjon kariórát, Miklós. Művészember ne hordjon kariórát. Nem milyen igaza van. Na, ezért aztán. De majd most meg lehet nézni akkor a kakiból, hogy ki vagyok. Kakiból, hát figyelj, most tulajdonképpen abból állunk, tehát. Figyelj, amúgy ez teljesen amúgy, tehát hogy tényleg, hogyha azt nézzük, hogy egészségügyileg ez mennyit tud hozzáadni, hogy tényleg, hogyha már otthon is lesz egy ilyen eszközöd a WC-be beépítve, vagy egy új buditká, vagy egy idő után már csak ilyen budik lesznek forgalomba, azt egy picit nehezen tudom elképzelni, hogy itt pontosan akkor az ánuszom alapján azonosítsunk. Tehát akkor nem tudom, lesz oldalt mondjuk a lehúzó kar mellett egy új lenyomatolvasó, és akkor az talán, de hogy az, hogy a... Köszönöm, szia Norbi! Jó, hogy egyedi, itt vagy. Én azt aláírom, csak a másik meg egyébként, hogy azért most egész világra kiterjedően, meg most tehát azért a fanszörzet létezik, és az lehet, hogy eltakarja az ánuszt. Tehát nem tudom, hogy mennyire tudja mondjuk vizsgálni. Egyébként most én egyszer még részt vehettem a Huntsville-i űrtáborban 18 évesen, és ott bemutatták nekem az amerikai űrhajósok által használt WC-t. Ami úgy néz ki, vagy legalábbis a gyakorló példány úgy nézett ki, hogy van benne egy kamera alul. Mert a súlytalanságban nagyon fontos, hogy hova pozícionálod magad, mert hogyha rossz irányba megy, akkor nem tud bekerülni abba a vákumcsőbe, ami beszívja. És akkor elkezd lebegni, és senki nem akarja. És van egy célkereszt, és látod magad alulról és akkor úgy kell beállítani. És ez olyan ritkán adatik meg az embernek. És nyilván vannak világító testek is, mert több sötét van, tehát vannak lámpák a klotyóban, bevilágítják az ember. Ez a Space Shuttle-ön ilyen volt a klotyó. És van célkereszt. És nézed egy monitorban, és hogyha beazonosítana, akkor köszönne, hogy szia Norbi, várjál, bekapcsolom a kedvenc zenéd a kakiláshoz. Plup. Igen, Norbi's nagyon playlist. Jó egészen addig, amíg ez az adatbázis ki nem szivárog az internetre, és mindenkinek hát ott lesz a... Igen. Na jó. Okay. Hát, hogy bemondaná, hogy Norbi, mindegy, most már a héten elég volt a tojásból. Ja, így be is szól. Most már csak halat ennyi. Ez a Bristol skálán egy gyenge 3-as. Tudjátok a Bristol skálát? A brit tudósok kidolgoztak egy skálát arra, hogy a kakinak az állagát meghatározzák. De most nem csak a patronálóinkat veszítjük el ezen a ponton, az összes. Na jó, hagyjuk. Aki akarja, meggooglizza, hogy Bristol scale. És akkor ugye ezt befejezzük, ugye? Megragadom most az alkalmat, hogy felhívjam a figyelmeteket, hogy ezt most folytatni fogjuk egyébként a hosszabb adásban, mert még vannak IgNobel díjaink, amit meg fogunk tárgyalni, viszont a mai műsorunk véget ért, normál verziója. Még annyit elmondanék, hogy a következő Parallaxis november 23-án lesz, méghozzá a Számolás joga című 2016-os alkotásból. Én fogom vezetni ezt a műsort, Norbi lesz itt és Miklós. Szeretném megköszönni a figyelmeteket. Sziasztok! Kollégáim nevében is. Na, tehát ezt most még egyszer. Kollégáim nevében szeretném megköszönni a figyelmet. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.